öröklő fényben egyszer csak szólt, így hozta létre mindezt a jót. Itt földön égen formávokat leheletére, úgy indít megtérni, belülről szemlélni, őt kérni, te szólj, és szívem ébred, te szólj, és hív az élet. Soha senki így nem szólt, hogy feléled minden holt, te szólj, csak így remélek. Kívülszed el, oly gyorsan múlnak, épp csak lemegy, már vár egy új nap és emberek. Lépnek az útra, én is megyek, felhőken túlra. Mert indít megtérni, belülről szemlélni,
Csak szóltál és élet jelent meg a puszta föld színén. Ismertél jól minden ember, még ott volt előtted a cél. Keresztet szenvedni egyszer bűneinkért. Mit tehetnék, ha te így szerettél? Innen a sorsom már csak a tiéd. Megváltó benned, nincs fontosabb ennél. Szellemet hordozza bennem, örök élet ígéretét. Oh,
Könyörgünk nyugalmadért, Isten városon. Kiöntetik rá az üdvösség, közel hórán. Öröm ének újonnak fiai, amikor királyod köztem lesz, megnyíl a kapui. Közel hozzád megváltod, hogy az ő kegyelmet minden bánatod és gyötre, ő átélt. Hűséges az árvány, megvetett helyet. Harja most is erős, hatalmas, hogy rajtad segítsen. Shalom, shalom, béke vele,
Uram, köszönjük neked az ígéretekedet, hogy vissza fogsz jönni hatalommal és dicsőséggel, és meglátja minden szem a te valóságodat, hogy élsz örökkön, örökké, és te vagy a világnak a világossága, te vagy Izraelnek a megváltója, királya, és te vagy az egyháznak a feje. És dicsérünk, áldunk, magasztalunk téged, Uram, hogy most is az atyának a jobbján ülsz, és közben jársz mindannyiunkért, Izraelért is, egyházért is, és mindazokért, akik őszinte szívvel hívják segítségül a te csodálatos nevedet, amely névre meghajol minden térd, a mennyben, a földön és a föld alatt is. Mert az atya fölmagasztalt tégedet, és megdicsőített tégedet, tisztességgel koronázott meg tégedet, és urrá tett a kezei munkája fölött, hogy a nevedre meghajoljon minden térd. Uram, mai napon is a szívünket, lelkünket, testünket, életünket alárendeljük a te jelenlétednek, hatalmadnak, és segítségül hívjuk a te nevedet minden jelenlevőre, nézőkre, hallgatókra egyaránt, hogy a kegyelmed áradjon ki bőségesen az életükre, és adjál nekik, Uram, örök életet, bűnbocsánatot azoknak, akiknek szükségük van erre. És rombord le, Uram, azoknak az életében a terheket, gátakat, akadályokat, amelyek akadályozzák őket Isten jelenlétébe való bemenetelre. Dicsérünk és áldunk téged, Uram, hogy győzelmet arattál a sátán királysága fölött, lefegyverezted a fejedelemségeket, hatalmasságokat, és mindezeket fogóként mutattad be az atyának, és elismerjük, Uram, hogy te vagy a világ mindenségnek a megváltója, ura, királya, aki hordoztad mindannyiunknak a bűneit és vétkeit, akinek a vérével és vérében van az új szövetség, az örök szövetség. A mai napon is kérjük, Uram, hogy ezzel a vérrel hintsd meg a jelenlevőket, szenteld meg a gondolataikat, akaratukat, érzelmeiket, és rombord le az elméjükben, lelkükben, szívükben az akadályokat, és szakítsd el azokat a démonikus köteleket, amivel az ellenség fogságban tartja azokat, akik még nem tudnak teljes szívükből, lelkükből engedelmeskedni a te beszédednek. Árasz ki rájuk a te kegyelmedet, árasz ki rájuk a te szellemedet, árasz rájuk, Uram, a te csodatevő erődet, hogy meggyógyuljanak lélekben, szellemben, fizikai testükben lévő betegségekből, átkokból is szabadíts fel őket, mert hiszük, Uram, hogy a kezed ki van nyújtva, nem rövidült meg, és a mai napon is, aki segítségül hívja a nevét, az hiszük, hogy meg fog szabadulni. És hálát adunk neked, hogy az egyházat építed, erősíted, és hálásak vagyunk Jeruzsálemért, hálásak vagyunk Izraelért, adj kegyelmet Jeruzsálemnek, Izraelnek, hogy képesek legyenek befogadni tégedet, hogy minél előbb eljöjjön a te dicsőséged, hatalma, ereje ebbe a városba, és fölragyogjon Jeruzsálemnek az igazsága az egész emberiség fölött, hogy ragyogjon, mint a fákja, és a te dicsőséged rászálljon el a városra, hogy nyilvánvalóvá tedd, Uram, hogy a szövetségeid, ígéreteid az mind igenné és amenné válnak, illetve lesznek a názáti Jézus Krisztus dicsőséges, hatalmas nevében. És köszönjük neked, Uram, Magyarországot, köszönjük neked ezt a várost. Erre városra is árasz ki a mennyből a te áldásodat, kegyelmedet, szabadíts meg az embereket, Uram, a bűnnek és a halálnak a rabságából, hogy ne a bűnt és ne az ellenségüket szolgálják, hanem megtérjenek teljes szívükből, lelkükből, és az élő Istenek a szolgálatára adják át az egész életüket a názáti Jézus Krisztus dicsőséges, hatalmas nevében. Kérünk téged, hogy rombold le nemzetünk, városunk fölött lévő erősségeket, hatalmasságokat, hogy Isten országának az ereje áttörje azokat a szellemi falakat, amelyek akadályozzák az itt lakó embereket abban, hogy újjászülessenek, megtérjenek, betöltekezzenek a Szent Szellem jelenlétével, erejével. Uram, hiszük, hogy számodra minden lehetséges, mert hatalmas vagy, mindenható vagy, mindentudó vagy, és vitéz harcos is vagy. Ezért áldunk, magasztalunk, dicsőítünk tégedet, most is mindörökké, a mi Urunk názáti Jézus Krisztus hatalmas nevében, mondjuk közösen, hogy amen, amen, így legyen.
és az előző dal is teljesedjen be, hogy Jeruzsálemben, Izraelben a könnyek helyett megdicsőült örömmel tudjanak örvendezni. El fog ez jönni. Amen. Kérlek benneteket, hogy a következő igékkel frissítsétek fel a szellemeteket még jobban, hogy a szívetek fel legyen emelve a természet fölötti világba, pontosabban Istennek a királyságába. Mondjátok, hogy hiszem, hogy Isten országa igazság, békesség és Szent Szellemtől való öröm. És a názáreti Jézus Krisztus pedig azért jött, hogy elhozza Istennek a királyságát, és ő benne elközelített Istennek az királysága, Istennek az országa. És hiszem azt, hogy Isten országa látható módon is el fog jönni, és átveszi Isten az egész világ fölött az uralmat, és megítéli, és megsemmisíti a gonosznak az uralmát a világ és a föld fölött. És hiszem, hogy a názáreti Jézus Krisztusnak a neve fog felmagasztaltatni, mert ő az út, ő az igazság, és ő az élet. És senki nem mehet az atyához, csak ő általa. És hiszem, hogy a názáreti Jézus Krisztus által jelent meg minden ember számára Isten kegyelmének a teljessége, az örök élet és Istennek az igazsága, hogy aki hisz, az által menjen a halálból az életre. Én hiszek názáreti Jézus Krisztusban, hogy ő az élő Istennek a fia, aki halott volt, meghalt az én bűneimért is, vétkeimért is, és kiontotta az ő vérét, hogy eltörölje mindazokat a cselekedeteimet, amivel vétkeztem az élő Isten ellen. És hiszem, hogy a halálból a harmadik napon föltámadott, és saját vérével ment fel az igazi szentélybe, jelent meg az Atya előtt, hogy megszerezze számunkra a megazulást, az örök életet, a bűnbocsánatot, mert megvan írva, hogy vérrontás nélkül nincs bűnbocsánat. És hiszem, hogy Jézus vére az új szövetségnek a vére, amely az én bűneimet is eltörölte, és megtisztítja a lelkemet minden tisztátalanságtól, minden gonosz szellemtől, mert hiszem, hogy Jézus vére jobbat beszél Ábel vérénél. Ezért hiszem, hogy ez a vér számomra is kegyelmet közvetít. És hiszem, hogy a názáreti Jézus Krisztus megszerezte a Szent Szellemet is számunkra, a Szent Szellemnek a kitöltésének a hatalmát, és ő mai napon is Szent Szellemben és tűzben meríti mindazokat alá, akik hisznek benne, hozzámennek, és szomjazzák Istennek a szellemét, azokat betölti, és élő vizeknek a folyamai ömlenek azoknak a belsejéből. És én mai napon is veszek erőt, mert hiszem, hogy eljött a Szent Szellem, hogy Istennek a tanúja legyek. Ezért megvallom, hogy mindenre van erőm a názáreti Jézus Krisztusban, aki minden erővel megerősít engem. Amen. Amen. Így legyen. Köszöntsétek egymást, azokat, akiket még nem üdvözöltétek, és kérlek benneteket, hogy foglaljatok helyet. Minden valószínűség szerint, és ezt sokan érzik Szent Szellemben, hogy nagyon erős szellemi konfliktusra is sor fog kerülni. Igazából mi, nekünk ez nem újdonság, mert az Antikrisztus szelleme az nem Amerikában, Egyesült Államokban lépett be a történelemben, hanem Moszkvában, amikor Oroszországban győzött az októberi forradalom, és olyan eszme került államhatalmi szintre, amely tagadja az atyát és a fiút, és tagadja a Krisztus, hogy Jézus. Jézus a Krisztus.
Tehát ez az antikrisztus szellemének az ismérve, és ez a szellemnek az elnyomása, a diktatúrája alatt álltunk mi is, és mai napig is látható módon a társadalmi életnek Magyarországon minden területén jelen van. Nem gondoltam volna, hogy ilyen nehéz lesz ebből a szellemből felszabadulni, de most már látom, hogy az egyik legnehezebb sátáni erő, amely elnyomás alatt tartja az embereket, és sajnálatos módon a kommunizmus bukása után ez a nyugati világban olyan látványos összeomlás, erkölcsi és szellemi összeomlást idézett elő, amely miatt a Kelet-Európában is a még megmaradt kommunista, szocialista, ebben antikrisztusi ideológiák ezek, ezeknek a hívei vérszemet kaptak és csak megerősödtek a tévedésükben. Úgyhogy kőkemény küzdelem várható, mert ennek a szellemnek a fő célja a názáti Jézus Krisztus személyének a kiszorítása, az ő természetfölti hatalmának, üdvösségének, Isten országának a likvidálása az embereknek az életéből. Rendkívül nehéz Magyarországon áttörni Szentlélek erejével az embereknek a gondolkozását, mert ugye nem csak az, hogy tagadták az atyát és a fiút, tagadták, hogy Krisztus Jézus, hogy Krisztus a Jézus, tehát názáti Jézusban jelent meg a Messiás, hanem még tagadták az ember szellemét is, lelkét is, ezért olyan leigázás zajlott Kelet-Európában, évtizedeken keresztül is, amire még Egyesült Államokban és nyugati világban nem került sor. Tehát ezért még nekünk nagyon sok minden küzdelmünk van ezzel a sötét erővel, és ezek fő akadályai annak, hogy az emberek megtérjenek igazi szívükből, lelkükből, és áttörést jöjjön az életükben, és elfogadják Istennek a szellemét. Még nagyjából az emberek tudomásul veszik a názáreti Jézus Krisztus történelmi létezését, de nagyon nehezen tudják elfogadni a názáreti Jézus Krisztusnak a természeti mi voltját. Pál apostol a názáreti Jézus ismeretével kapcsolatosan két ismereti formára hívja fel a figyelmet, hogy lehet Jézus Krisztus test szempontjából is ismerni, testi szempontból ismerni, de az ugye semmiféle haszonnal és kegyelemmel nem jár az emberek számára, nem közvetít kegyelmet, és ezért ugye azok az emberek, akik csak a názáreti Jézus Krisztusnak a történelmi valóságát ragadják meg, nagyon keveset tudnak Jézus Krisztustól kapni. A viszont mondja Pál apostol, hogy van egy másik ismeret názáreti Jézus Krisztusról, a szellem általi ismeret, ami abból származik, hogy a Szentlélek urrá teszi a názáreti Jézus Krisztust az életünkben, és a dicsőségnek az uráról tesz bizonyságot a szellemünkben, és ennek eredménye pedig az, hogy az ember üdvösséget nyer, bűnbocsánatot nyer, megazulást nyer, sőt, bekerül Istennek a jelenlétébe. Ezért ugye minden Isten tiszteleten, meg minden keresztény összvetén nagyon erősen lehet érezni a tagadásnak a szellemét, amely materialista, ateista filozófiákban manifestálódott, amely szintén, hogyha hosszú ideig udvariaskodtunk, de hát ha figyelembe vesszük azt, hogy mit az ismerve az antikrisztus szellemének, hogy tagadja az atyát és a fiút, és tagadja azt, hogy Krisztus a Jézus, akkor természetesen minden ateista ideológia, filozófia és a marxizmus is természetesen ebbe a kategóriába tartozik. Tehát ezért a nagyon-nagyon fontos, hogy az elménk is megújuljon, és a különösen a szellem tudatúság kialakuljon a hívő emberekben, hogy az Istennek a szelleme föl tudjon emelni minden szívet, minden lelket az Istennek a jelenlétébe. Egészen biztos, és látni is világméretekben, ott, ahol az ateista, materialista filozófiák nem nyertek társadalmi dominanciát, és nem került a kereszténység elnyomásod és ösztüze alá, hogy ott látható módon, hogy az Istennek a szelleme sokkal szabadabban árad,
csodák, jelek kísérik Istennek a királyságát, nagyon sok ember meggyógyul, nagyon sok ember megszabadul a démonoktól, de viszont nagyon nehezen tudnak azokban a kultúrákban az emberek Isten jelenlétébe és erejébe belekerülni, ahol újra mondom, hogy ez az antikrisztusi szellemnek a formái állami szinten jelentek meg, és kényszerítették rá az emberekre az Isten tagadást. Ez ugye, ahogy mondtam, a társadalmi életnek minden területét befolyásolta, és befolyásolja mai napig is, oktatást, különösen felsőoktatási intézményeket, kultúrát, politikát, társadalmi kapcsolatokat, és így tovább. Tehát ezért sokat kell még imádkoznunk azért Magyarországért, hogy az embereknek a szelleme, gondolkozásmódja megváltozzon, és meg tudjanak barátkozni a természetfölti világgal, az Istennek a birodalmával, országával, mert az egész evangélium az természetfölötti szinten áll. A názáreti Jézus Krisztusnak minden csodája és az egész élete az egy természetfölötti. Így született, a föltámadása ugye az egy tetőpontja, de a mennybe való bemenetele, illetve a megdicsőülése is egy olyan természetfölötti esemény, ami valójában megnyitja a hívő emberek számára azt a hitet, amit Biblia hitnek nevezünk, amivel kezdődik a hívő embereknek az együttélése a názáreti Jézus Krisztussal. Ezért ma elsősorban a jelenések könyvében található, illetve kijelentett Jézus Krisztusnak a megjelenéseit szeretném összefoglalni, azért, hogy ne történelmi képre tedd a hangsúlyt, hanem arra a Krisztusra, aki most fönn van a mennyekben, és várjuk ennek a Jézus Krisztusnak a visszajövetelét. A názáreti Jézus Krisztusnak a történelmi léte, a földi szolgálata, engesztelő áldozata, de még a föltámadása is, az történelmi esemény, konkrét történelmi térben, időben történt. Nyilvánvalóan, hogy a názáreti Jézus Krisztusban lévő kenet és élet áttörte az időnek a korlátjait, és beemelte a názáreti Jézus Krisztusnak a földi szolgálatát is, és cselekedeteit is az örökké valóságba, pontosabban az örökké valóságot lehozta a történelmi időbe, a természetbe lehozta a természet fölöttit, a halandó, mulandó világba lehozta a halhatatlan és maradandó örökké való dolgokat. Ez kétségkívül, hogy így van, de ez is igazából a hit által lehet ezt megismerni, de különösen fontos, és ezért árad ki a Szentlélek, hogy a Krisztusnak a dicsőségéről legyen nekünk szellemi ismeretünk. Hogy a Krisztusnak a dicsősége legyen folyamatosan előttünk, illetve mennyei látással rendelkezzünk Jézus Krisztusnak a dicsőségéről. Ugyanis a názáreti Jézus Krisztus dicsősége mindenek fölött való. És egy ilyen időben, amikor már beszélhetünk az utolsó időkről, sőt, látható módon nagyon nagy intenzitással kezdődött el az Antikrisztus birodalmának a kiépülése világméretekben, főleg a nyugati világban, mert ugye az egész nyugati világnak a problémája, hogy a részleges evangélium alapon álló keresztény kultúrától elszakadt. Ezért jött be nagyon erőteljesen a Európában, és most szemünk előtt látjuk, hogy Egyesült Államokban is egyre erősebben tör be ez a szellem, amely a názáreti Jézus Krisztust igyekszik kiszorítani, megakadályozni az embereket abban, hogy elfogadják az evangéliumot, valamint a meglévő egyház részeket vagy gyülekezeteket is elnyomás alá akarja, kívánja tenni. Tehát amit ti eltéltetek, vagy átéltünk, nem mindenki ért át, a kommunizmus ideje alatt, az most kezdődik igazából a nyugati világban az a szellem, amely gyötörte a Oroszországot, illetve Szovjetuniót, majd második világháború után a Kelet-Európát, és fogságba tartotta az embereket, és eltorzította a kereszténységet,
az az erős szellem most Európába szabadult föl. Ezért nagyon fontos, hogy ezt a látást tanulmányozzátok, befogadjátok, mert meg vagyok róla győződve, a szellemi életünk nem tud hatékony lenni, hogyha ezzel az ellenséggel nem nézünk szembe, és nem használjuk azokat az erőket, azokat a szellemi ajándékait Istennek, ami lehetőséget biztosít számunkra arra, hogy ezeket az erőket távol tartsuk egyrészt a családunktól, egyéni életünktől, a közösségektől, illetve közben járunk a nemzetünkért, hogy ne kerüljön a nemzetünk ennek a szellemnek újra a rabságába. Tehát ezért az egyik kulcs dolog a názáti Jézus Krisztusról szóló látás. Mert a názáti Jézus Krisztus győzte le a sötétségnek, gonoszságnak a természet fölötti erejét. Ő hozta be a világba azt az erőt, ami a sötétségnek, vagy a démonoknak a természet fölötti ereje fölött áll. És ennek következtében ezeket a sötét természetfölötti erőket, amelyek most látjuk, hogy micsoda nagy bajokat okoz Közel-Keleten, Európában, Egyesült Államokban, csak a Szent Szellemnek az ereje, és természetesen aki küldi, a názáti Jézus Krisztus dicsősége tudja ezt féken tartani és megtörni. Első ige, amit felolvasok, nyilván a Jelenések könyvében, illetve gyorsan felsorolom, hogy 4 olyan jelenése van a János Evangélium könyvében a názáti Jézus Krisztusról, amelyek nagyon fontos, hogy mind a 4 képét a názáti Jézus Krisztusnak befogadjuk. Igaz, hogy ez egy kicsit ellentmond, ez a sziruppos, szerető Jézus Krisztusnak, amit szeretnek mostanában a keresztények is mondogatni, mert egészen más képet ad a názáti Jézus Krisztusról a Jelenések könyve, mint amit az átlag keresztény feltételez. Az első jelenése az az egyház fejeként és főpapjaként jelenik meg, ez az első fejezetben. A második kép Jézus Krisztusról a Jelenések könyvének az 5. fejezetében, ott Izraelnek és a világnak a megváltójaként jelenik meg a názáti Jézus Krisztus, ezért Júda oroszlányaként, Isten bárányaként áll az atyának a trónja előtt. A harmadik megjelenési képe bíróként jelenik meg, aki szétválasztja a jót és a gonoszt, és természetesen elindítja és megvalósítja a rossznak, a gonosznak a büntetését és a jónak a megjutalmazását. A negyedik kép pedig a királyok királyaként és a mennyei seregek uraként jeleníti meg Jézus Krisztust, aki felszámolja a földet most jelen pillanatban, vagy e világot jelen pillanatban, elnyomás és rabságban tartó e világ istenét, és annak a hierarchiáját, és ezt a hierarchiát kiszolgáló emberiséget, tömegeket. Tehát ez a negyedik, amikor urak uraként és seregek uraként jelenik meg a názáti Jézus Krisztus. Aki ma a názáti Jézus Krisztussal kapcsolatosan vélemény, hitem szerint, meggyőzésem szerint jó kapcsolatot akar képíteni, fel nagyon fontos, hogy a názáti Jézus Krisztusnak ezt a dicsőségét, dicsőben, mindenben dicsőségben jelenik meg, és egyben a hivatalait befogadják a szívükbe, mert egészen biztos, hogy a Szent Szellem ezekben az időkben elsősorban a názáti Jézus Krisztusnak ezekről a szolgálatáról, tevékenységéről tesznek bizonyságot a hívőknek a szellemében, hívőknek a lelkében, és ha ezt szolgáljuk, akkor egészen biztos, hogy nagyon sok akadályt és gátat lerombol Isten szellemének az ereje az emberek előtt, és utat nyit az emberek számára, hogy kilépjenek abzokból a kötelékekből, amivel a nemzetüket, országukat, kultúrájukon keresztül, közgondolkozás szerint,
oktatási tanban elsajátított tananyagok szerint, amelyek összevoltak fonodva ideológiával, fölszabaduljanak, és Isten imádó emberekké váljanak, akik szellemben és igazságban imádják az Urat. Ma már azért nem udvariaskodhatunk az igazsággal kapcsolatosan, mert kevés az idő. A Isten akarja világosan közölni az emberrel, hogy mi az ő akarata, mit kell neki tenni. És a jelenések könyvében a názáreti Jézus Krisztusnak a jelenései, az folytatója az evangéliumnak, ahogy az evangélium bemutatja a názáreti Jézus Krisztust, ezért ne álljál le az evangéliumnál, mert az jelenések könyve is igazából evangélium, mert ha elolvasod a végét, ez mindenképpen pozitív, öröm, ünneppel fejeződik be, és nem a rossznak a győzelmével, nem a gonosznak a győzelmével, hanem az igazságnak, a jónak, Isten népének a győzelmével fejeződik be ez a gigantikus, kozmikus világháború, amiben a názáreti Jézus Krisztus fogja a győzelmet és egyben a megváltást elhozni a világ számára. Amit énekeltünk is, hogy a tetőpontján valóban Jeruzsálemnek a könnyeit és Izraelnek a könnyeit le fogja törölni. De mivel az időnk gyorsan megy, ezért nézzük meg a 10. verszaktól, hogy mit mond ezzel kapcsolatosan az első jelenése, amit Moröl mondtam, hogy az egyház fejeként és főpapként jelenik meg, tehát nem véletlenül, hogy a jelenések könyvének az első része az egyházzal foglalkozik. Szellemben voltam az Úrnak a napján, és hallottam a hátam mögött nagy szót, mint egy trombitáit, amely ezt mondja vala, én vagyok az alfa és az omega, első és az utolsó, amit látsz, írd meg a könyvben, és küldd el a 7 gyülekezetnek, amely Ázsiában van, Efézusban, Szmirnában, Pergamonban, Tiatirában, Szárdiszban, Filadelfiában, Laodiceában. Megfordulok azért, és hogy lássam a szót, amely velem beszél, megfordulván pedig láttam a 7 arany gyertyatartót, és a 7 gyertyatartó között hasonlót az ember fiához, bokáig érő ruhába öltözve, mellénél arany övvel körülövezve, a feje pedig és a haja fehér volt, mind a fehér gyapjú, mind a hó, és a szemei olyanok, mint a tűzláng. És a lábai hasonlók voltak az izzófényű érchez, mintha kemencében tüzesedtek volna meg, szava pedig olyan, mint a sok vizek zúgása. Vala pedig a jobb kezében 7 csillag, szájából 2 élő éles kard jő vala, és az ő orszája, mint a nap, mikor fénylik az ő erejében. Mikor pedig láttam őt, leestem a lábaimhoz, mint egy holt, és rám veti az ő jobb kezét. Mondván nekem, ne félj, én vagyok az első és az utolsó, az élő, aki halott voltam, és ime élek, örökkön örökké, amen. Nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. Írd meg, amiket láttál, amik vannak, amik ezek után lesznek, a 7 csillag titkát, amelyet láttál én jobb kezemben, és a 7 arany gyertyatartót, a 7 csillag, a 7 gyülekezet angyala, amely 7 gyertyatartót láttál, a 7 gyülekezet. Elsősorban tehát most nem az egyház üzenetével fogunk foglalkozni, hanem magával a jelenéssel, és a jelenés, ahogy a Szentlélek ábrázolja a názáreti Jézus Krisztus, ezek a különböző képek, vagy a képeket alkotó elemeknek, mik az igazságai, amit különösen az egyház számára, az igazi hívők számára akarja az Úr kijelenteni és megismertetni. Az első dolog, amire felhívom a figyelmet, hogy ahogy szoktuk, illetve az elmúlt összeveteleken többször is beszéltünk az Úrnak a napjáról, ez nem a 7. nap, vagyis a szombatra vonatkozik, nem is a vasárnapra vonatkozik, az első napra vonatkozik, mert a Bibliában nem szerepel se a 7., se az első napra vonatkozóan az Úrnak a napja. Ez egy történelmi következménye, hogy ezt így értelmezték. Valójában az Úrnak a napja, tehát azokra, arra az időszakra vonatkozik, amikor az utolsó időkben zajló események
tetőpontra jutnak, és az Istennek a céljai megvalósulnak. Az egyház életében, Izrael életében, nemzetek életében. Tehát az Úrnak a napja alatt itt is ezt kell érteni, ez van összhangban a többi ige szakaszban szereplő Úr napjával, tehát erről már az előző összeveteleken szóltam. A másik, amit hangsúlyozni szeretnék, hogy szellemben volt, tehát egy szellemi tapasztalata volt, nyilván Szentlélekről van szó, a szellemét kiemelte, de, és ennek következtében belépett egy időutazáson az örökké valóságba belépett a szelleme a Szentlélek által, és ott kapta meg a János ezt a látomást Jézus Krisztusról. Ezen ne csodálkozzatok, hogy az örökké valóságban már megvannak azok az események, amik például Jézus, János korában, ami 2000 év múlva történik meg, mert az örökkévalóságnakat nem lehet három faktorra osztani, időtartamra osztani, mert az nem idő. Tehát nem múlt, nem jelen, nem jövő, hanem ezek fölött álló, Istenhez tartozó, örökké életéhez tartozó tartozék az örökkévalóságnak, és ami lesz, az már megvan a mennyekben. Nehéz felfogni ez az agyunkkal, de hát fogadjuk el, hogy az örökké valóság az nem végtelen idő, hanem az örökké valóságból, mennyi perspektívából, mert előre lehet látni a jövőt, amit Isten 1000 év múlva, 2000 év múlva, sőt 3000 év múlva fog cselekedni. Egyébként csak megjegyzem, hogy pontosan ezért kezdték el kritizálni Izajás prófétát, Dániel prófétát, mert ők már jövőbeli eseményt múlt időben használnak, mint ami megtörtént. Ugyanez a zsoltároknál nagyon gyakran megtapasztaljuk, és ezért próbálják az úgynevezett szakértők meghatározni, hogy milyen korban született az a zsoltár, vagy az a kijelentés, de soha nem fogadják el azt, hogy akár Izajástól származik, a Dánielről származik, hanem megvannak az elméleteik. De el kell barátkozni azzal, hogy Isten minden tudó, nem csak a múltat ismeri és a jelent, hanem azt is ismeri, hogy 2000-3000 év múlva, vagy még annál is több évek folyam, de annyira nem fog tartani az idő, hogy mi fog történni. Ugyanúgy, tehát Jánosnak ez nem volt probléma, Istennek nem volt probléma, hogy Jánosnak megmutassa, hogy igazából 2000 év múlva mi fog történni. Tehát ezen nem érdemes aggódnod, hogy Istennek a mindentudását tényként kell elfogadnod. Következő, amit lát tehát az Úrban, vagy az Úrtól, illetve János apostol, hogy először is ugye hallja a hangját, most nem beszélek a hét gyülekezetről, hanem 12. verszakban megfordult, hogy lássa a szót, és akkor látta a hét arany gyertatartót, tehát ez fontos dolog, mert ez viszont most ugyan nem témánk, de meghatározza azt, hogy az egyházaknak van legitimációja a mennyben. Azoknak, amelyek nincsenek legitimációja a mennyben, azok lehet, hogy állam jog alapján egyházi státuszban vannak, és a kultúra is ezt elfogadja, de az egy más kérdés, hogy egy egyház a mennyekben is egyháznak minősül. A hét gyertyatartó a következőt jelenti, azért röviden elmondom, az arany ugye nyilván az isteni természetet és Krisztusnak a dicsőségét, tehát az egyháznak az első legfontosabb követelménye, amely a mennyben, úgy mondjam, legitimé válik, hogy Isten természetéből, Krisztusnak a dicsőségéből kell részesülni. Az arany az Ószövetségben is, például a mózesi sátorban is ezt jelenti. A másik pedig, ugye, hogy tudjuk, a gyertyatartó a szent helyen volt, és az volt a célja, hogy olíva olajat égettek a mécsesben, mert ugye egy fő ága volt, és balról három és jobbról is három ágazat volt, és ez csatlakozott a fő
ágazathoz, tehát ilyen módon 7 ágazattal rendelkezett a menóra. Ennek a tetején mécses volt, és a mécsesben oliva olajat égettek, azért, mert a szent helyen nem volt természetes fény, hanem a menóra és az oliva olajnak az égése világította meg a szent helyet, főleg a kenyeret, ami ugye Jézus Krisztus jelképezi. Ez egyértelművé, tehát az oliva olaj a Szent Szellemet jelképezi. Tehát az az egyház, aki Krisztus testéből, illetve Krisztus dicsőségéből, Istennek a természetéből részesedik, ez csak újjászületés által lehetséges. A másik pedig az, hogy tele van Szentlélekkel, ez a második. A harmadik pedig, hogy a Földön világítja, tehát nyilvánvalóvá teszi, képviseli, prédikálja, bemutatja, demonstrálja a názáreti Jézus Krisztusnak a golgotai keresztjét, tehát a keresztmunkáját, valamint nyilvánvalóan az Isten országának az eljövetelét. Tehát ilyen egyház az utolsó időkben 7 van, illetve, hogy miért mondom ezt az utolsó időkben, mert erre az első szakaszra, 7 gyülekezetére vonatkozóan, ha odafigyeltetek, hogy az a kijelentés kapta János, hogy ez egyrészt van, és ezután lesz. Ez kifejezetten az egyházakra vonatkozik, tehát is meghatározza, hogy a 7 gyülekezetet hogy kell értelmezni. Futuristán módon-e, vagy történeti módon-e, tehát az eredeti szövegből azt lehet megérteni, hogy a 7 gyülekezettel, a 7 gyülekezet, ahová elküldte János a levelét, azok létező gyülekezetek voltak, tudománybeszéde által fontos dolgokat, tényeket jelentett ki, amelyek biztos, hogy megvoltak a 7 gyülekezetben, és ezeknek a gyülekezeteknek adott János üzenetet, de valójában ezek az üzenetek, ez a történelmi tények vagy eseményeket felhasználva, a Úr napja előtti gyülekezetekre vonatkozik, arra a 7 típusú gyülekezetre, amely rendelkezik, vagy részesedik Krisztusnak a természetéből, Istennek a dicsőségéből, tele van Szentlélekkel, és valóban a názáreti Jézus Krisztus magasztalja föl a világ előtt, és az evangélium hirdetését végzi egészen a názáreti Jézus Krisztus visszajöveteléig. Tehát ez lehet ezen vitatkozni, de egyértelmű a Bibliában, hogy a bibliai értelemben az egyház ezeknek a követelményeknek meg kell, hogy feleljen, mert ugye több van is utalás a 7 gyülekezetben, de nem akarok részletesen belemenni, hogy egyik gyülekezetet meg is fenyegeti, hogy kimozdítja a gyertyáját, vagyis azt jelenti, hogy elveszíti a mennyei legitimitását, tehát a mennyben kikerül az egyházaknak a közösségéből egyik gyülekezet, ha nem fogadja el az intést. Csak ez is az bizonyítja tehát, hogy egy dolog, hogy a Földön mit tartunk egyháznak, de a legfontosabb dolog, hogy a mennybe fogadjanak el bennünket, hogy Krisztus testéhez tartozunk. Higgyétek el, ez a döntő. Az, hogy az állam, a társadalmi többség, a kultúra, a történelem hogy határozza meg, ez is egy dolog. De a legfontosabb az tehát, hogy a mennyekben elfogadjanak bennünket, a hit gyülekezetét is elfogadják, és minden közösség számára. Ez a legfontosabb, hogy elfogadják egyháznak, Krisztus testének a részének. Ezt nem emberek határozzák meg, hanem ezt ott fönt, maga a názáreti Jézus Krisztus, és akik ott fönt vannak mellette, azok határozzák meg. Tehát ezért ezekben a napokban is, és a következő években is erre fogunk törekedni, hogy minél nagyobb mértékben részesülhessünk Istennek, Krisztusnak a dicsőségéből, tele legyünk Szentlélekkel, és a názáreti Jézus Krisztus fel legyen magasztalva az egyéni életünkben, közösségi életünkben, és szolgálni kell, hogy a nemzetekünkben is fel legyen magasztalva, hogy az emberek kapjanak világosságot, kegyelmet az eljövendő haragtól való megmenekülésre. Ezt be kell tölteni, a mulasztás a súlyos problémát jelenti az egyháznak, meg az is problémát jelent,
Látjuk különösen a Laodicea gyülekezetben, meg a Szárdiszi gyülekezetben is, hogyha olyan belső problémák vannak, aminek következtében ezeket a feladatokat nem tudja betölteni az egyház. De ezt meg kell érteni, hogy nem sok idő van, ezeket a feladatokat be kell tölteni többek között, tehát ez is hozzá tartozik ahhoz, hogy a jövőben ne érjen bennünket csalódás vagy kellemetlen meglepetés. Tehát következő, amire hangsúly, a 13. verszak következik, hogy a 7 gyertya között hasonlót az ember fiához, tehát pontosan erről van szó, hogy ezekben a gyülekezetekben az előbb említett ismérvek alapján jár Jézus Krisztus a mennyekben is, és ezekért az egyházakért végzi a főpapi szolgálatát, és ezekre az egyházakra érvényes, mert elfogadták az áldozatát, és osztja az ajándékait. És ezek az ajándékok, kegyelmi ajándékok teszik képessé arra a gyülekezeteket, hogy az utolsó napokban, egy nagyon nehéz időben, amikor mondtam, hogy az Antikrisztus szelleme működik, és építi a rendszert, meg tudjanak állni, és be tudják tölteni sikeresen, győztesen az elhívásokat. A bokáig érő ruha és a mellénél arany öv körülövezve, ez az úrnak a főpapi szolgálatát jelenti, mert a főpapnak fontos volt, hogy hosszú ruhája legyen, és elfedje a lábát, valamint az bíróra is utal, tehát ez egyértelmű, hogy a názáreti Jézus Krisztus, mint a felséges Istennek a jobbján, végzi az egyházért, most ez a legfontosabb szolgálata, a közbenjáró szolgálatot, és szolgáltatja például azok számára, akik hisznek benne, és szomjazzák a szent lelken, betölti őket szent lélekkel és tűzzel, de ez is egy kezdet, azért, hogy szentlemben, igazságban szolgálják őt. Ezen kívül minden más. Sokféle szolgálata van a főpapnak, tehát a legfontosabb szolgálatát elvégezte már, áldozatot bemutatta érettünk. A másik legfontosabb szolgálata az ajándékoknak az osztása, tehát az Isten kegyelmi ajándékainak a szétosztása, rárasztása azokra a közösségekre, emberekre, akik képviselik, akiket képvisel, akik nyilvánvalóan elfogadták az ő képviseletét. De egyben bíró is, mert mindegyikünknek tisztába kell lenni, hogy a cselekedeteinket ő megítéli. Az üdvösségünket nem veszítjük el, de a cselekedeteinket megítéli, mindegyikünk Krisztus ítélő széke elé fog állni, és a cselekedeteinket ítéli meg, mi az, ami értéktelen, mi az, ami az örökkévalóságba beléphet, de alapvetően a hit által, aki hisz, az által ment a halálból az életre, tehát ez az ítélet semmiféleképpen a hívők számára nem kárhoztató ítélet, hanem igazából eldönti, hogy milyen jutalomban részesülnek. Tehát ezért higgyél abban, hogy az üdvösséget azt nem ítéli meg, az megvan már ingyen ajándékként, hitáltal, de viszont nagyon fontos, hogy azokhoz jó cselekedetet szerezzél. Utána az ő feje, haja fehér, a fehér gyapjú, mint a hó, szemei olyanok, mint a tűzláng, szintén a tisztító erejét, dicsőségnek a tisztító erejét jelzi. Az 1 Korintus beliek 3. fejezetében, ugye pontosan erről beszél Pál apostol, hogy minden nyilvánvalóvá válik, mindenkinek a cselekedete, mert tűzzel fogja megpróbálni az Úr. Itt énekeltük, hogy az orszáját meglássuk. Ugye egyik nagy vágyunk az, hogy az Urat szemtől szembe lássuk, de viszont a szemtől szembe való látás az egy megpróbáltatás is jelent, vizsgát is jelent, mert ahogy ránézünk az Úrra, az ő szeméből árad ki ránk a dicsőségnek az emésztő tűze, és ez az emésztő tűz az üdvösséget nyilvánvalóan megerősíti bennünk, de a cselekedeteinket az tűz próba alá veti. Lesznek olyan cselekedetek, amelyek megszűnnek, tehát nem, semmi értéke nem lesz a mennyekbe,
és lesznek olyan cselekedetek, amelyek megmaradnak, mert olyan értékkel bírnak. Elsősorban a hitnek a cselekedetére vonatkozik. Tehát ez a kép, pedig ez az üzenete az egyház felé. Következő a lábai hasonlók 15. verszak. A fehér haj az részben istenséget is jelent, de más is, ugye fehér hajú, de van még utána, ami egyértelműen az isteni természetét jelzi Jézus Krisztusnak. A lábai hasonlók vala az izzó fényhez, érzhez, itt a sárga rész szerepel, mint amit a kemencébe tesznek, tehát fölizzik a sárga rész a kemencében, tehát tűzben izzik, tehát ezzel a képpel írja le a János apostol a názáti Jézus Krisztusnak a lábának a látását. Ez egyértelműen, hogy a rész oltára vonatkozik, a rész oltáron áldozták fel az Ószövetségben a bűnért való áldozatot, tehát ez a kép mit jelent? Az, hogy megtörtént a bűnért való áldozat, és az Istennek a dicsősége erre rájött, tehát érvényben van, hogy Jézus Krisztus egyszer és tökéletes áldozatával eltörölte a bűnt, és ez az evangéliumnak a dicsősége, ez elérhető számunkra, és ez lehetővé tette számunkra, hogy Isten jelenlétébe lépjünk. A szava olyan, mint a sok vízek zúgása, ez a szavának a teremtő erejére vonatkozik, hatalmára vonatkozik, hogy látjuk, hogy az Úr a nem létezőket úgy szólította életbe, a halottakat feltámasztotta, egy szavára kiűzte az emberekből a démonokat, tehát a hangja az tele van Istennek a hatalmával, Istennek az erejével. 16. vers. A jobb kezében 7 csillag, szájából 2 élő éres kard jő valaki, tehát itt Isten igéjéről, illetve a 7 csillag, az a 7 angyal, illetve a küldöttek, nem feltétlenül angyalt jelent, hanem küldöttet jelent, vitatkoznak azon, hogy most angyalok vagy küldöttek, tehát a gyülekezetnek a küldöttjei, de lehet angyalnak is érteni, lehet a gyülekezeteknek a képviselőit, hogy Isten előtt megvannak azok, akik ezt a 7 gyülekezetet szellemileg, lelkileg, tehát fölkent emberek, személyek is, Istennek a küldöttjei, akik Isten jelenlétében képviselik ezeket a 7 gyülekezeteket. Tehát azt jelenti ez, hogy az Istennek az igéje, és amire fontos hangsúlyt tenni, ahogy a zsidókhoz írt levél, hogy energikus, élő, és ezzel az Úr a szájába lévő karddal győzi le a bűnt, a gonoszt, a sátán királyság elleni harcnak. Ez a legfontosabb fegyvere, ez a támadó fegyver. Rómaiak még védekezésre is használtak, nyilván szúrást is kivédett, de igazából ez a szellemi támadó fegyver, amit nagyon fontos a keresztényeknek is használni, hogy a názáti Jézus Krisztus is a kísértőt az Istennek az igéjével, a szellemnek a kardjával futamította meg, tehát a szellemnek a kardja a szellemi háborút jelenti, és egyben azt jelenti, hogy az Istennek az igéje győzelemre viszi a hívőket is, ahogy a názáti Jézus Krisztus is az emberi létformájában, amikor szolgai alakot vett fel, Isten igéjének az engedelmességével és annak a vivásával szerezte meg mindig a győzelmet a betegségek fölött, az átkok fölött, démonok fölött, sátáni erők fölött. Mert Isten igéje élő, energikus, és a szívet is, lelket is megtisztítja, megítéli, megtisztítja, és lerombolja a sötétségnek az erőit. Például az Antikrisztusnak a szellemét nem lehet másképpen lerombolni, olyan erős, természetfeletti erővel rendelkezik, kizárólag Istennek az igéjével, mert Isten igéjével lehet lerombolni azokat a hatalmasságokat, erősségeket, amely az országban vannak. Magyarországon néhány áttörés történt, de egy átfogó áttörés még nem történt, mert látjuk,
hogy ennek a múltnak a öröksége nagyon erőteljesen jelen van még Magyarországon, plusz a nyugati kultúrához való asszimiláció, ez természetesen ennek a sátáni erőnek, az antikrisztus szellemének és a varázslás szellemének a kiszorítását nehezé teszi. De ez egy olyan kihívás, ami elől meg vagyok róla győződve, a hívőknek nem lehet kitérni, nem is tudnak győztesek lenni, mert látható módon államhatalmi eszközökkel kényszerítik rá az istentelenséget, tagadásokat, a törvénytelenségeket, Jézus Krisztussal szembeni ellenállásokat, oktatási intézményekben kulturális termékek eszközvetítik, és különösen politikai programokban is jelen van bizonyos programokban, amelyek vagy a kommunizmushoz, vagy szocializmushoz, vagy marxizmushoz közük van ez a helyzet, bármennyire is. Megsértem esetleg a politikai identitásodat, de hát ez a helyzet, hogy sajnálatos módon a politikai programok közvetítenek világnézeteken, és nem jó, hogyha az istentelenséget közvetíti. Hogyha így rangsort kellene tenni, egyértelmű, hogy legnagyobb kárt a kommunizmusban és a nemzeti szocializmusban manifesztálódott antikrisztus szelleme okozta az európaiaknak, sőt az egész világnak. Természetesen ezzel nem azt állítom, hogy csak Európában van jelen és munkálkodik az antikrisztus szelleme, hanem ez munkálkodik most nagyon erős Közel-Keleten, a dzsihádisták ezeknek a megtestesítői, és sajnálatos módon ők a jövő erői, akik gyakran integrálják magukba a bal ateista, materista ideológiákban megnyilvánuló gonosz szellemiséget, és mondjuk a nemzeti szocializmusnak a gyűlölete, antiszemitizmusa és antiszionizmusa is azért csak felerősítette az ő bennük eredendően meglevő antiszemitizmus, zsidó gyűlöletet, keresztény gyűlöletet, és így tovább. Tehát ez az oka annak, hogy nagyon sok keresztény, imára vezető, imára böjtölésre, megtérésre, megújulásra szólítja föl világméretekben a keresztényeket, és nagyon helyesen teszik. Én is ezt teszem, mert azt gondolom, hogy a 2024-es év ezen a területen egy negatív fordulatot fog eredményezni, sokkal erősebb sátáni erők fognak munkálkodni, ami a világban, és nagyon sok meglepetés, kellemetlen meglepetésbe lesz részük az embereknek, még a mai ez évnél is kellemetlen meglepetések fog sor kerülni. Ezért erősnek kell lenni az Úrban. Pál apostol azt mondja, hogy amikor gonosz napok vannak, akkor erősítsük meg magunkat Krisztus erejében. És utána pedig vegyük föl az Istennek a szellemi fegyvereit, és álljunk ellene a sötétség szellemének, mert nem testtel és vérrel van birkózásunk, hanem fejedelemségekkel, hatalmasságokkal, a világ sötét uraival, a gonoszságnak a szellemével, amely az egekben vannak. Ezek a szellemi erők egyre nagyobb befolyást gyakorolnak sajnálatos módon az emberekre, nemzetekre, az embereknek, a nemzeteknek az irányítására, politikára, kultúrára, a oktatásra, sportra is sajnálatos módon, és ezért húzzák meg sokan a harangnak a kötelét, hogy jelezzék azt, hogy emberek, hívők, ne aludjatok, van hatalmatok, erőtök, mert az Úr, a megváltotok, a dicsőségnek az Ura, és fölkent benneteket, ha hisztek benne, és vágytok az Istennek a szellemére, kenetére, és szomjaztok az Istennek az erejének a működésére, csodákra, jelekre, akkor az Úr hoz áttörést egészen biztos azoknak a keresztényeknek, közösségeknek, sőt nemzeteknek az életében, akik ebben az időben hittel Istenhez fordulnak. Tehát ezzel a karddal fel kell nekünk
fegyverkeznünk. Utána az orszája, mint a nap, amikor fénylik erejében, ez egyértelműen a dicsőségre vonatkozik, amikor meglátjuk őt, ahogy van, ahogy János 3:2-ben olvassuk, akkor olyanok leszünk, mint ő. És ez a célja, hogy az arcát meglátjuk, az arcából kiáradó dicsőség, az átalakítja az embereknek, hívőknek a természetét Krisztus hasonlatosságára, és ennek következtében olyan lesz az egyház, mint a Krisztus, és ez által létrejön a Krisztus teste és Jézus Krisztus között egy lényegazonosság, egy lényegűség, ahogy lehet mondani. Következő, a János, amikor meglátta a földre esett, ez ugye gyakran ma megtörténik, azért történik meg, mert megerősödött az Úrnak a jelenléte az egyházban, és az egyházban is jelen van a Szentlélek által az az erő, amitől az emberek földre esnek. Gyakran azt gondolják az emberek, találkozok emberekkel rendszeresen, hogy valami földi esemény ez, vagy valami manipulációnak az eredménye. De hát az a helyzet, hogy Ábrahám, amikor találkozó, illetve Isten megjelent neki, és azt mondta neki, most szövetséget fogok kötni, akkor a földre esett. Miért? Mert a dicsőség megjelent neki. Károli fordítás úgy adja vissza, hogy földre borult. Vagy például, amikor Sámson apja, felesége, ugye meg akar győződni Manoá, hogy ki jelent meg, ki az az Isten szolgája, aki hozta a hírt, hogy hogy kell nevelni majd a gyereket, akivel megáldja az Úr őket, akkor áldozatot mutattak be az Úrnak, a láng fölcsapott, és akkor ugye a vendég a mennybe szállt, és ahogy fölcsapott a láng, az Úrnak a dicsősége kiáradt, és a házaspár földre esett. De Dániel prófétáról legalább háromszor található a Dániel könyvében, hogy földre esett Istennek a dicsőségétől. Ezékiel prófétánál is ugyanezt látjuk, hogy földre esett, amikor az Úrnak a dicsőségével találkozott, tehát a Szentléleknek is van dicsősége, és a dicsőségnek a jelenlététől, tehát amikor tiszta a Szentlélek, és tényleg nem bohózkodnak az emberek, hanem tényleg a Szentléleknek a dicsősége száll az emberekre, akkor földre esnek az emberek, és ez a megfelelő hely, hogy az Istennek az imádását elkezdi az ember, mert körülbelül ez a különbség a dicsőség ura és az ember között, és azt látjuk, hogy van, amikor emberek maguk borulnak le az Isten előtt, sok ilyen történet van, de van, amikor a dicsőségnek az ereje viszi le az embereket a földre, és az Istennek a tisztelete, dicsősége jelen van azon a helyen. És Manoá és a felesége nem halt meg, hanem az Istennek a dicsőségével érintkeztek. De a Jó Szövetségben is olvassuk ezt, a magas hegyre, amikor Máté 17-ben olvassuk, hogy Jézus Krisztus fölvitte a hegyre Pétert, Jánost, Jakabot, és a dicsőség megjelent, és amikor az Úr, az Atya szólt a fiúnak, illetve a tanítványoknak, az apostoloknak, hogy ez az én szeremes fiam, ő benne gyönyörködjetek, mit olvasol? Hogy amikor jött ez a mennyei szózat az Atyától, fölre estek az apostolok, az Úrnak a dicsősége a szóval együtt, a kijelentéssel, a szózattal együtt kiáradt rájuk. Tehát semmiféle okkultizmusról nincs szó. Ez is bizonyítja azt, hogy Isten készít bennünket az Úr dicsőségével való találkozásra. Hogy a dicsőség, ha kiárad, és jelen van az emberek, és természetesen szomjasak az emberek Istennek a dicsőségére, akkor elképesztő erővel, hatalommal száll rá az emberekre, és extatikus állapotba kerülnek, mint ahogy János is, az egész kijelentés története egy ilyen extatikus állapotba történt, mert a szellemnek, a szellemben való utazás, tehát hogy valakit ilyen szinten kiemeli a szellemét, a Szentlélek, az örökkévalóságba, és elkezdi a filmet, a mennyei dolgokat, eseményeket pörgetni János előtt,
Ez egyértelmű, hogy a fizikai érzékszervek ilyenkor ki vannak kapcsolva, hogy a fizikai érzékszervek nehogy eltorzítsák a mennyei képeket, mennyi látásokat. Minél tisztábban emeli föl az embernek a szellemét, a lelke érzékszervei fölé, annál tisztábban veszi az ember ezeket a mennyei képeket. János már idős aggasztján volt, 96-ba került ki, feljegyezték, hogy akkor szabadult ki Patmoszból, előtte volt bányába dolgozott, és 96-ban a tanítványai, illetve a következő generációtól tudjuk, hogy 96-ban kapott, miután Dominicianus császár meghalt, kapott amnestiát, és kikerült a Patmoszból, tehát egy idős emberről volt, kegyetlenül bántak vele, mert egy idős ember bevittek a Patmoszba, ugye 14 kilométeres hosszú kis sziget, és bányába dolgoztatták, és ott kapta, ott látogatta meg Isten, egy barlang mai napig is megvan, mutatják, hogy illetve nem barlang, egy ilyen illetve egy odut lehet látni. Hányan voltatok Patmoszba? Patmoszba hányan voltatok? Kevesen. Tehát érdemes, tehát be lehet kalkulálni egy görög út mellé egy patmoszi látogatást, ha olyan szigethez mész, amit könnyen elérhető, befizetsz a hajóra, éjjel alszol a hajón, reggel ott vagy a Patmoszba, és egy nap alatt is nagyon sok mindent meg tudsz nézni. Számomra nagyon nagy áldás volt, vagy amikor többen voltunk ott, nagy áldás volt, amikor ott voltunk Patmoszba. Mert elolvastuk újra és újra a jelenések könyvét, és megnéztük a helyszínt, hogy hol dolgozott János apostol, és hol kapta a látomást. Egy nagyon lehetetlen hely volt, de hát Isten számára nincs lehetetlen. Akármilyen helyen van az ember, az Isten meg akar valakit látogatni, akkor az meg fogja tenni. Tehát csodálatos dolgok, a természetközi dolgok, ez ugye azért is mondom, mert ezek a nyomott materista és ateista világnézetek, amelyek így gusba kötik az embernek a szellemét, nem engedik, hogy az embernek a szelleme vágyakozzon az Isten jelenléte után. És sokszor ez, ha meg is térnek az emberek, nagyon alacsony szinten járnak az Istennel, nem tudnak olyan természetfölötti szintre fölemelkedni, amire Isten el akarja őket hívni. Ezért nagyon fontos, hogy a gondolkozásmódodat átalakítsd, és ne tápláld a fejedet ateista, materista, antikrisztus szellemével átitatott dolgokkal, programokkal, vagy ha mégis kell, akkor szerezd meg azt a szellemedben, azt a kenetet, hogy a szívedet meg tudja őrizni az ilyen információkkal, és világnézet, ilyen ateista, materista világnézethez kapcsolódó információkat. Mert mindegyikünk kap ilyen bőségesen ilyen információkat, világértelmezéseket, de az ember, hogyha Szentlélek, a szívében ott van, föl van kenve, és erős a bennünk lakozó Szentlélek, akkor a szívet állandóan védelem alá helyezi, amikor ezek az dolgok, vagy ezek az információkat hallja az ember. Sajnálatos módon mondom, hogy ez a mérgezés, ami most Európát mérgezi, és Egyesült Államokat, ez sajnos Moszkvából, Szovjetunióból indult el, és utána pedig Kelet-Európából landolt, és hát nem véletlenül, hogy azt gondolom, hogy a rendszerváltás, amit vártuk, hogy tömegével térnek meg az emberek, akkor sajnálatos módon a szellemek azok átrendezték, a hierarchia átrendezte magát, és sajnálatos módon továbbra is bénítja Isten országának abba való bejutást. A sátán amíg él, amíg a világ istene, mindent megtesz, hogy megakadályozza az embereket a megtérésben, újjászületésben, vagy pedig abban, hogy hatékony keresztényekként éljenek. Tehát a következő, mert időnk nagyon megy, a
a 18. verszakot nézd meg, tehát az Úr fölállította Jánost, a 18. verszakban örökkévalóként van kijelentve, tehát Isten, akinél vannak a pokol halálnak a kulcsai, tehát a pokol és a halál fölött hatalma van az Úrnak, dicsőség az Úrnak, a zsidókhoz írt levél egy pedig kijelenti ezzel kapcsolatosan, hogy a halálnak az urát is legyőzte, és ezért a názáreti Jézus Krisztusnak a pokol, halál, főleg halálnak ugye van fizikai valósága, de a halál és a pokol is egyben gonosz angyal is. Ezeknek az angyaloknak hihetetlen nagy hatalmuk és erejük van, de nem tudtak megbirkózni a názáreti Jézus Krisztussal, nem tudták Jézus Krisztus fogságba tartani. A föltámadás egyértelműen a pokolnak és a halálnak a kudarcát és a vereségét jelentette ki, és azt jelentette ki, hogy van az ember számára örök élet. A názáreti Jézus Krisztusban, aki a pokolt, a halált és az urát, a sátánt legyőzte. Dicsőség Istennek, tehát ez az evangélium. És utána 19. verszak, amit láttál, amik vannak, amik ezek után lesznek, erre utaltam, hogy hogy valóságos eseményekkel, a János korában a gyülekezetekben megtalálható eseményeket jelent ki, nyilván tudománybeszéde által, de ezek egyben az Úr napjához közel álló egyháznak a életére, illetve számára ez aktuális üzenet. Tehát így kell elolvasni, de most ezzel nem foglalkozunk. Gyorsan a Jelenések könyvének az 5. fejezetéhez kérlek benneteket lapozzatok, ahogy mondtam, hogy itt új képben jelenik meg egy názáreti Jézus, Izraelnek a nemzeti és a világ megváltójaként és a világ megváltójaként. Na nézzük meg, láték a jobb kezében, aki a királyi székben ül egy könyvet, amely be volt belül, hat és hátul, le volt pecsételve 7 pecséttel, láték egy erős angyalt, aki nagy szóval kiáltott, ki volna méltó arra, hogy felnyisse a könyvet, és felbontsa annak a pecsétjét. És senki, sem menjen, sem földön, sem föld alatt, nem tudta könyvet felnyitni, sem ránézni. Én azért igen sírok vala. Senki nem találtatott méltónak a könyv felnyitására, elolvasására, a ránézésre sem. És egy a vének közül mondja nekem, ne sírj, íme győzött a Júdé nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyisse a könyvet, felbontsa annak a 7 pecsétjét. Láték a királyi szék és 4 élőlény között, a vének között egy bárányt állani, amint egy megölettet, 7 szarva, 7 szeme volt, amik Istennek 7 szeleme, amely elküldetett az egész földre. És eljövő, elvevé a könyvet, és székben ülőnek a jobb kezéből, és amikor elvette könyvet, a 4 élőlény 24 vén leborul bárány előtt, mindeniknél hárfák, aranypoharak levén, jó illattal tele, amik a szenteknek az imádságai. Tehát nyilván az Atya áll itt középpontban, az első képben, az ő jobb kezében van egy tekercs, amely 7 pecséttel van leírva. Ez egyértelműen azt jelzi, hogy változhatatlan, megváltozhatatlan isteni határozatokat tartalmaz ez a tekercs. A tekercset senki nem tudta se a földön, se égen kinyitni, tehát ez azt jelenti, hogy nem volt meg nekik a hatalmuk arra, hogy kinyissák, illetve ezeket a határozatokat megvalósítsák. És emiatt János ugye úgymond sírt, tehát nyilván kétségbe esett abban a jelenetben, hogy nem történt. Ez azt mutatja, hogy olyan súlyú, nagy horderejű eseményeket tartalmaz a tekercs, amelynek a megnyitására, és mondom, beletartozik, a lebonyolítására, ellenőrzésére, igazgatására, irányítására semmilyen szellemi lény, se mennyei lény, senki nem volt erre alkalmas. És következő, utána, mi a János sírására, egy angyal vigasztalta Jánost, hogy ne sírjon. És itt nagyon fontos,
kijelentések következnek, hogy íme győzött Júda nemzetségéből való oroszlány, Dávid gyökere, hogy felnyisse a könyvet és felbontsa a hét pecsétjét. Ha most megnézzük Jákobnak a proféciáját az 1 Mózes 49-ben, akkor látjuk, hogy ez a profécia pontosan a jelenések 5-re vonatkozik. 8. verszak, Júda, téged magasztalnak az atyád fiai. Kezed ellenségeidnek nyakán lesz. Meghajolnak előtted atyádnak a fiai. Oroszlány kölyök Júda, zsákmányt ejtvén felmentél, fiam. Lehevert, lenyugodott, mint a himoroszlán, és mint nőstény oroszlány. Kiveri őt fel. Nem múlik el Júdától a fejedelmi bot, sem a vezéri pálca térdei közül, amíg eljön Siló, és a népek neki engednek. Ez egy igazi, ókori profécia, summas, lényeget tartalmazó. Tehát a 8. verszak, tehát nyilván mesiási profécia. Nem az egész törzsre, csak részben vonatkozik az egész törzsre, de a mesiási proféciáról van itt szó, kifejezetten a Júdának a törzséből származó mesiásról van szó, hogy tégedet magasztalnak az atyád fiai, ez el fog jönni, ez még nem teljesedett be. De Jákob is megmondta, hogy ez be fog teljesedni, tehát hogy a Júda törzséből származó mesiás fogja Izrael magasztalni. Ezért tehát ez a 3 verszak egyértelművé teszi, hogy itt Jézus Krisztus hogy jelent meg, mert nyilvánvalóan a bárány, meg az utána ugye olvastuk a engesztelő áldozatára való utalást, ez nem lehet más, mint Jézus Krisztus, aki átvette a tekercset az atyától. Tehát kit fognak fölmagasztalni Izrael fiai? Jézus Krisztust. Ki, bátran mond ki. Ez lehet, hogy ma lehetetlenségnek tűnik Izrael számára, de hát a folyamat, ami elindult, pontosan ezt a célt szolgálja, ez a helyzet. Rögös, nehéz út, de ez a rögös, nehéz úton Izrael végül is eljut oda, hogy föl fogja magasztani az atyád fiait. Kezed ellenségeidnek a nyakán lesz. Kinek a keze lesz az ellenség nyakán? Jézus Krisztusnak a keze lesz az ellenség nyakán. Meghajolnak előtted az atyádnak a fiai, vagyis alárendelik a mesiásnak magukat, és ő uralkodik. 9. verszakban mesiást látjuk, itt jelenik meg Júda oroszlánya. Tehát ezért kulcs fogalom, kifejezés Jézus Krisztusra, amit mond a Szentlélek Jánosnak, illetve az egyik magyarázó, a Jánosnak, hogy Júda, ne sírjál, mert győzött Júda oroszlána. Tehát legyőzte halált, legyőzte bűnt, legyőzte az evilág istenét, legyőzte az Antikrisztus, szellemét, legyőzte azokat a sátáni természetudi erőket, amely a közeljövőben a földet pokollá fogják tenni. Ezért hangsúlyozom, hogy ne ijedj meg ettől, hanem higgyél a názáti Jézus Krisztus diadalába. Tehát Júda oroszlánya, zsákmányt enyvé, felmentél. Hová ment fel? A mennyekbe. Fiam, ki szólít meg itt a Szentlélek fiának? Nyilván a mesiás. Levert, lenyugodott, mint a himoroszlán, mint a nőstény oroszlán. Ki veri őt fel, vagy ki állítja őt fel? Tehát, és következő a 10. verszak, nem múlik el a Júdától a fejedelmi bot, tehát a Júdának a vezetése, elsőbsége, erről is itt szó van, hogy a 12 törzsben Júdának ugye elsőbsége volt. Mikor veszíti el ezt az elsőbsége a törzsekkel szemben? Amíg eljön a Siló. A Siló mit jelent? Az, aki éj.
Ez a jelentése. Az, aki, vagy az, aki, de az, aki, tehát az, aki hatalom. Az, aki hatalom. Tehát milyen hatalom? A vezéri pálca és a fejedelmi bot. Tehát ő azé. Nem érdekes, hogy a názáreti Jézus Krisztus után Júda elveszítette Izraelben a fejedelmi botját, és hová került a fejedelmi bot? Kivette át Jézus Krisztus. És következő népek neki engednek, tehát ez viszont már az univerzál, a megváltásnak az egyetemességéről profétált Jákob. Ez közel, majdnem, teljesen nem, 4000 éves profécia. Micsoda hatalmas Isten, fenséges. Évezredek elmúlnak, az ő beszéde megáll, és az ő beszéde megvalósul. Tehát ez az ötödik fejezetben az egyik, utána megjön a Dávidnak a gyökere. Nézzük meg a Dávid gyökere, mire vonatkozik. Az Izajás próféta 11. fejezete következőt tartalmazza, első verszak. Származik egy veszőszál Izaj törzsökéből, és a gyökeréből egy virágszál növekedik. Magyarul virágszál növekedik, az eredeti héber négyszer szót használja. Tudjátok, hogy a Názáret ebből a szóból származik? Vagyis mit mond, hogy kiszármazik Izaj törzsökéből a názáreti, tehát hogy fogják a Mesiást hívni? Négyszerinek, názáretinek, tehát a gyökér hajtásának, ágának fogják hívni. Ezt jelenti tehát a názáreti. Ezért volt fontos, hogy és a Szentléleknek a vezetése, hogy az Egyiptomból való visszavonulás után Názáretbe telepedett le, azért, hogy a négyszer szó a názáreti Jézus Krisztusnak a neve előtt szerepeljen, hogy beteljesüljön a Izajás proféta 11. fejezetének az első verszaka. Egyértelmű, hogy itt Izraelre vonatkozik ez a fajta kijelentés. Majd nézzük meg a 10. verszakot, itt is szerepel, hogy lesz a napon, hogy Izaj gyökeréhez. Ha Izaj gyökeréhez, akkor azonos a Dávid gyökeréhez, mert Izai volt Dávidnak az apja. Tehát ennek az egész családfának a létrejöttét és kiválasztottságát a Mesiásnak a szelleme, az Úr szelleme munkálta, azért, hogy ebből a Juda törzséhez, Juda törzséhez tartozó családfából származzon a Mesiás. És Mária ehhez a családfához tartozik, akitől született a názáreti Jézus Krisztus, és így lett názáreti Jézus, Dávid fia, és egyben, hogy lett? Dávid gyökere. Tehát egyértelmű a Dávid gyökere is a Izraelhez való kötöttségét, elkötelezettségét jelenti ki, ugyanúgy, mint a Júda oroszlána. Tehát emberek, az Izrael számára is a názáreti Jézus Krisztus a Mesiás, ő fogja Izraelt megszabadítani és megáldani. Tehát itt folytatja tovább, hogy nem csak a nemzetek számára lesz megváltó, hanem a népek zászlaja is lesz a Izai, vagyis Dávid gyökere, és eljönnek a nemzetek, és nyugalma dicsőség lészen. Tehát, hogy a nemzeteknek az életében, legalábbis a nemzedék maradékainak az életében, véget vet a háborúság idejének, a harcnak, a küzdelemnek, a túlélésért, az létben maradásért, a nemzet fennmaradásért való küzdelemben, mert megtalálja, megszabadítja őket a Dávidnak a gyökere, maga Dávid, és ennek következtében letelepednek a béke királyságába, a békének a korszakába, az ezeréves királyságba. És még egy igét, 12. verszak, és zászlót emel a nemzetek előtt,
összegyűjti Izrael elszélett fiait, Júdának szétszórt leányait, egybegyűlti a földnek a négy szárnyairól, ami már ugye el is kezdődött, és fog a jövőben is folytatódni, és ezt a dzsihadisták se fogják megakadályozni. Tehát Izraelnek a megváltójaként fogja, jelenti ki az ötödik fejezet, Jézus Krisztust, és egyben a világnak a megváltójaként is, tehát erre utal, hogy ő fogja azokat a határozatokat végrehajtani, ami az Izraelnek a megszabadítását is szolgálja, valamint az a nemzeteknek az ítéletét is, és természetesen a nemzetek maradékának a megmentését is ő fogja elérni. Később, ugye a hatodik fejezetben a Szentlélek bemutatja, mint bárányt, aki megöletett, 7 szarva, 7 szeme volt. A 7 szarv az a hatalomnak a teljességét, teljhatalmát jelzi, amiről Máté 28 is ad kijelentést, hogy a föltámadás után a názáreti Jézus Krisztus teljhatalmat kapott a menny és a föld fölött. A 7 szellem, a 7 szem pedig azt jelenti, hogy Istenségnek a teljessége lakik benne, az Istennek a 7 szelleme, amely a Szentlélek elküldetett az egész földön, földre, de a názáreti Jézus Krisztus, názáreti Jézus Krisztusban is továbbra is természetesen Istennek a teljessége lakozik. Tehát ennek az egész fejezetnek, utána Jézus Krisztus és az atyát is imádják, a vének, élőlények, tehát ez a fejezetnek az üzenete, hogy Jézus Krisztus fogja átvenni a világ fölötti hatalmat és uralmat az e világ istenétől és annak a hierarchiájától, és ezeket szolgáló emberektől, általuk létrehozott rendszerektől, és ezt a hatalom átvétel erővel, hatalommal és kegyelemmel fog megtörténni. Tehát erővel, hatalommal és kegyelemmel. Izrael számára, és akik nem veszik föl a fenevad bélyegét, kegyelemmel, akik pedig fölveszik, azok számára pedig magára marad az Istennek a hatalma és ereje, amivel érvényesíti az Úr az akaratát. Tehát ez idő előtt állunk, és a következő fejezetek pedig tartalmazzák azt a 21 globális csapást, ami széjjel zúzza a világot, a mostani ismert világot, és lehetővé válik ennek következtében, hogy Isten királysága, vagy Isten uralma a Földön megvalósuljon. Elképesztő profétai időben élünk. Ez egy profétai idő, amiben élsz, és én is élek. Rendkívül fontos, hogy a profétai szemszögből, aspektusból értékeljük a életünket, jövőnket, hogy összhangban, harmóniában maradjunk az Istennek a tökéletes akaratával.